Brucia la luna in cielo e io brucio da morire. Fuoco che si consuma come lume cori. L'anima piange, addolorata, non si dà pace, ma è malaltata. Il tempo passa, ma non giorna, non sei mai soli. Se te non torna, brucia la terra mia e brucia lume e cori. Chi si ti dà qui da io, se ti dà muri. A quella canto la me canzoni, se non scendo tu, casa faccia lume barcuni. Speak softly, love, and hold me warm against your heart. I hear your words, the tender trembling moment starts. We're in a world, our very own, sharing a love that only few have ever known. Wine-colored days warmed by the sun, deep velvet nights when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and all because you came into my world with love so softly, love. Brucia la luna in cielo e io brucio da morire. Fuoco che si consuma come lume cori. L'anima piange, addolorata, non si dà pace, ma è malaltata. Il tempo passa, ma non giorna, non sei mai soli, se te non torna. Brucia la terra mia e brucia lume e cori. Chi si ti dà qui da io, se ti dà muri. A quella canto la me canzoni. Se non scendo tu, casa faccia lui. Barcuni. Úgy szokott esni ebben a nagyon szép teremben, ahol állandóan, és most is megköszönöm a vendégeket, és sosem a tőle lesz az oltárnak lehetőséget, hogy ilyen meghités szép teremben más-más és nagyon sok zenei esemény közepett egyedüli irodalmiként, ami esteinknek otthonban. Vannak hátul? Igen. Ugye, akkor óvakodó vagyok a szavakat úgy fogni, hogy akik hátul vannak, hallják, próbálják érteni is. Szombi György. Ennek a műhelynek, amely Cédus művész
művészeti alapítvány és napult a vezetője, de hála Istennek, ennek az esetnek nem leszek a vezetője. Ez egy nagyon nagy megkönnyebbülés. Megszokhatták már itt az évek során, hogy ez a dühletasú kiáll ide, és mindenféle összefoglott gondolatokat oszt meg önnel. Ezt a szerepet az éppen felálló, hogy nem tudta, hogy föl kell állni, Egyéb Botos Attila veszi a kezébe mindjárt. Az egész műsort ő fogja kezében, ő állította össze, az hagyja Ángel a kiváló Földköz című lapszámot, az idei heteset is, amelynek a bemutatójára jöttek ilyen szép számmal egyre, és ezt köszönöm a jelenlévőknek. És a tavaszlár része az ő szerkesztői és egyéb tervei tükrözi. Ő a harmadik a sorban, amikor ezek a tematikus számok készítették, a 1999. január 1-e volt, az 2208 szám mögöttünk. Kálai Kotár Zoltán, aki szintén itt van, és a feleségében felveszi az estet, volt az első, aki egy ilyen lapszámot saját maga készített, utána a Tamás Orosz János barátunk, aki majd hamarosan egy másodikat, a 175-öt, és a Segyi Boltos Attila ezt az összeállítást, a mediterrán nagyszerű összeállítást, köszönöm neki, önök is erről meggyőződhetnek, hiszen azok a szereplők, azok az írók fognak itt szerepelni, egy részük, akik a lapszámban is ott vannak. A zenei közreműködő is, ez a nagyszerű reneszánsz ember, Egyi Botos Attila lesz. A reneszánsz ember voltát nem akarom végig mondani, mert a hosszú idő kellene, nézzük meg a Wikipédiában, nincs olyan terület, mondhatnám nagyon nagy túlzással, ahol főleg a művészetek területén, a filozófiában, a ökológiában nem lenne mester, nem lenne otthon. És hát ezt a bevezető részt elmondván én hamarosan lehetünk innen, ő veszi át a szerepet, ahogy említettem, és a kedves vendégeit. De mint hogy én most élvezem, hogy ennyi beszéltek, elmondja mindjárt a végét is. Ezek a rózsaszálak, mint önök tudják, kezekbe kerülnek, asszony kezekbe kerülnek, és nem tudom, hogy most megteszem azt, hogy elmondom, mert a végén elfelejtem, hogy valamelyik nem lesz itt, hogy miért, és nem a kezébe kerül. Nagyon el van mélyedve Arthur Kovács Ildikó figyelés és olvos is. Az a Kovács Ildikó, aki a legutóbb lapszám bemutató nem tudott itt lenni, talán emlékeznek rá, az volt a címe, hogy Évnapok az esztendőben, és 2019-es kerekétfordulókat ünnepeltünk benne, és megfejtük azt, hogy az egyfajta kerekétfordulóján többen kiválóságát fogalmazhatunk meg, mert mióta létezünk, sőt az ezt megelőző formációban is az összes könyvet, az összes folyatszámú emelésen az ő kezé keresztül ismerhetjük meg, ő a csúcs korrektor. Én tudom, Jürgi Borló, hogy nem akar ide kijönni, de úgyis járulnak önök hátul majd a lapszámokhoz, könyveket nézegetni. Meg szabad gratulálni, az egyik rózsaszálat ő fogja kapni. Másodikat szintén a végén magyar fejtem, majdnem Arsányi Kati kapjat. Kati, ezt tudod, hogy így szokott legyen, az elején mondtam el, hogy mindenki tudjon róla. Neki köszönhetünk a finom sütemények, amelyeket ember emlékezett óta, ami estünkre van. Ide őt is már nem szabad tapsolni, pillanatra álljál föl, Kati. És a további virágszájakat, egy pillanatra tartsd meg itt szűs.
mint hogy ők közel vannak, ja, aztán hiába beszél. Ennyi volt a Sattila kedvesei kapján, mert ők biztosítják neki azt a hátteret, hogy ilyen munkát végezhet, ilyen ebben a lapszámban, és ezen az estén felesége és minimálnak. Szerepelni, volt már közöttünk előadásnak, vetíteni fog, beszélgetni fog, ahogy erre felé közelik a kezébe adom majd. Elnézést, hogy fölültem a protokollt, de mint hogy először is tojára állunk itt a mai nap, vagy nem, a végében majd mondok valamit, előre vettem és összefoglaltam minket. Attila, hívjátok! Hát szép jössé kívánok mindenkinek! Gyuri hajlamos rá azért, hogy helyet még megnékasson, a gesztusában például. A számot azt hiszem sikerült jól összerakni. 216 oldalról beszélünk, emlékezetem szerint 44 szerzőről, hát igen, kövér a terítés. Nagyon sajnálom, hogy nem lehetett és nem is lehet ugyebár egy embert a színpadra fölhívni. Első körben majd jelzem, akiket hívnék a színpadra, de egyúttal szeretnék köszönetet mondani a benne résztvevőknek, a száma résztvevőknek, mert igazán kitűnő alkotásokat, írásokat, eszéket, verseket tettek az asztalra. Nagyon szépen köszönöm. Mielőtt odáig jutnánk, hogy beszélgessünk, illetve Pap János színművész úr verseket olvasson, egy dallal vezetünk fel az este. A dalok természetesen saját dalok lesznek, a szövegek azok változatosan, tehát többféle literrel nyelven megszólaló versek. Itaka Kavafis. Yamatos, ipetis, Yamatos.
Pap János szintén tudott kérném a színpadra, Száraz Miklós György írót kérném a színpadra, Csikós Attila írót kérném a színpadra, és végén a virágszállatbán Gébán. Kisebb változások történtek az este forgatókönyvében, ezért kicsit át kellett rendezni a terepet, és éppen ezért fogom most fölkérni elsőként Pap János színész urat, hogy olvasson nekünk. Én azt kérdezném, hogy mikrofon nélkül működik-e? Akkor mikrofon nélkül, mert külön is nem tudnék hallgatni. Egyik ezen a mikrofonnak érdek. Engem az a megtiszteltetésért, hogy én válogathattam ki azt az anyagot, amit felolvasok. A kérés az volt, hogy 10-15 perc legyen, nem tudom neki, nem értem meg. Vas István, etrusz szarkofág. Melyik az elegánsabb, nem tudom. Az asszony keskeny, hosszú és hegyes divatcipője. Vagy a férfi keskeny hosszújú lába, ívelő talpa, gömbő és üveg alap alól gyűrűző keskeny rendezett női hajvonatok, vagy ugyanolyan vonatok a férfi hosszúkás, keskeny hegyes szakálló arca fölött le a mesztelen háta közepén. Azt sem tudom, mit tart a nő félig nyitott keze, vagy csak tétován emeli, mintha búcsút intene? Kinek? Minek? Mitől búcsúzik ez a keskeny hosszú kéz? Mi az, aminek ez a szép nőkiség báván utána néz? És persze azt sem tudom, kik ezek. Csak azt tudom, ahogy az asszony könyökén hever, s a férje mesztelen mellére dől, az átkarolja, szerelem süt a vörös kőből. A szép a választott élettel egy. Úgy értek, vagy úgy értek volna, ahogy én akartam élni veled. Ilyenek voltak-e, amikor meghaltak? Ilyen fiatalok? Vagy ez volt az a pillanatuk, amelyről azt hitték, örök? Mit tudjuk mi, hogy az alapba öltözött jelbeszédük mit jelent? Vagy én tám a látszatommal egy vagyok? De így akarták láttatni magukat, mikor már elporlattak odalent a vöröskő alatt. Ez nem keresztény szarkofág, akart vagy elért nyugalom, nem latin fegyelem a római hangokon, ez a minden végzeten és alvilágon át szépülő szerelem. Sokféle tétellen lehet a halált megoldani, és én kipróbáltam néhány képletet, de jól esik öregkoromban ez a mostani, mely nem kérdi, honnan jöttünk és hová leszünk. Nincs, ami többet érne, mint az életünk, és amit belőle csinálni tudunk, és merünk. Létünknek ez a nagy értelme és kalandja. És minden egyéb szédült vagy szédítő halandja, mert hol az a híres etruszk révület,
mely a halállal gázba fog. Nem. Csak egymást szeretik, és gyönyörű életüket ezek a házasok. És a nagy etruszk talány, amiről annyit beszéltek, azok a híres halál közösülések. Hol vannak? Sehol se látom, bármerre nézek, és sírok, vázák és ábrák az égetett föld alakzatai között, csak az életet, és benne az alvilági szörnyeket is persze, mert nagy dolog a halál. De nagyobb dolog kifogni a halálon, és nincs szebb képlete, mint a nevetés. Mint ahogy nevet a vejni aboló is, aki szemben néz. De kivel? Ezt nem tudom, hogy velem, aki nézi. Ez nem látszott a másolatokból, ezt nem írta meg semmelyik professzor. És nevet a villogó sötét szemével és a repetezett színeivel és farkasnézéssel, nevet a világon. De ez nem a rejtelnek haláli hívása. De ez nem a rossz párájú valami, amit megromlott maradékokból összetudtak fogyasztani ifjúkoromban a halálmítozók szélhámosai és balekjai, akik tehetetlenül megunták a hálátlanos lassú munkát, sőtét a nedvét veszítette. Saját elpárt eszüket, az értelemtől megcsömörlők, az egyre gyanúsabb valóban őrlők, a halál hőzeibe ugott szegény, becsapott nemzetik. De azt a borzongató mesét itt se, sehol se találom. Villog a vennyi Apolló a sötét arcával is fényhozó, az életre merész, lehasadt lábú is, előre lép, nevetve túllép a halálon, ahogyan velem szemben néz. Ha velem szemben nézek. Igen. Csak látni. Látni, még mindig nézni, még egyre kíváncsi vagyok rád, régi és újabb élet, egész világ, csak azt tud, aki lát. És ne hagyja a kíváncsiság. És még tovább. Még egyre nézzek, még egyre lássak. És bízni benned. És nem hinni semmilyen áltatásnak, csak a szememnek, mert úgy kellett most ez az etruszk szarkofág, és az, amit jelent. A remény, hogy azt ellenünk valahonnan megindult, és győzni rendeltetett, mégiscsak kívánjuk állva. És hogy nem vesztelem, amiben hittem, és az nevet, aki utoljára nevet. És hogy védjük az életet, amíg lehet, és talán egy kicsit azon is tudjuk. És ha másunk nem, s másunk nem, ha már nem leszünk, hát valahol odalent még a kiszáradt koponyánk is nevet. És fütyülünk. Fütyülünk a halálra. Hegyi Botos Attila, a reggel. Jó lehetőt. A reggel, amely felgyűl szemeiben, még sorra bomlanak lehelet finom rajzai. A hazahúzó bárkák, a terengő hegyek, a régi városdomb karcsú citrusoszlopai, ugyanaz a kirajzó rózsapír, amely elsőként ír körül téged, egy álomnéli arc fátyolos udvarát, az elmaradhatatlan hajnalcsillagot, vagy az épp odalent ébredő unokánusát,
amit sökkelve szaladt föl a birkadat galambúgásában, éjjel a templomának rózsával erezett répcsőfokait. A megindultság mozdulatainak akaratlan kifinomultságában, amely magáénak tudja az álmok súlytalan áropáját, a fények és illatok, a föld lélegző nyelveit, úgy a kövek tehetetlenségét, amint a megváltó egyensúly emelkedett művészetét. Az idő végtelen tapintatának életre geometriáját, a hullámzó feledést és emlékezést, hát valahány percét is, amit Paracelsus ingó hajóját, vagy az éppen virradatot az öreg vadolajka kövenyére kifutó másikét, és annyi közt kivált ezt az egyedét, az örökön kivehetetlenét, ahonnan mindez így vagy úgy, de valósággá válik, a csöndben derengő nyílást, hol sírkamrák mimózája, milarepák virágszála, Nausikák egedék. Rumien ő kikötő. Hozzátokja nekem a kikötőből a tengerhabját, egy sirályt, egy mennyasszonyi ruhát, vagy valami fehéret, hogy legyen mivel betakarni lecsupaszított testemet. Időtök végtelen. A szerető csókjai felmerzették a koponyámat, és a résen kiszökött az idő. Fekete Anna, hűs. Halálos dolgokat látott a tenger. A méhe elsüllyedt gályákat, halott királyokat rejt, és bár villámok szaggalják, vigyázz a kincseire. Százszor elenyészik, százszor újjászületik. Minden tudó és szűz. A hold rabszolgája, aki az elérhetetlen messzeségből figyel. Ott a szenvedély minden kis csepjében. Búzásokba ishozó, a trieszti hőkölhöz érve. Azon a nyáron vén apám ütött eszembe, és tolmaimnél néztem rohanó folyását, a partján pecsült pár olaszlovén falu és vízerőmű is néhány dótor. Balkáni borcsiszárokkal piáltam, mondták, deltája lenne az Adriába, forrásvidéke sárga sziklatája. Na hát, itt verekedett valahol, 16 tavaszát telé, talán Borícia felé. Emlékszem, később mondta, elzarándokolt, hogy is higgyák, hol bajtársai nyugszanak a hegy, Doberdó! Ott nem itta be a föld a vért, piros volt, mint a bor. Ígyunk hát pár budíliában, ha közben meg nem hal a marha, magasokort köl megérnie. Tanáztuk már részegen a régi bamba nótát, csúfolkodó csiholvász, leégett erdőben egy fekete tehén, felhőcsike konyosult a kővidék fölé, hol százezer magyar fény esett el. Aztán a trieszti vizetőtérben a tengerbe lógáztam lábamat, fogadkoztunk a szentségtek, többé ki nem csontoljuk egymást. Amoda meg élősövékkel,
élősöit ültessetek a szörnyű emlékeikre. Dobai Péter, a tenger mindig messze van. A tenger mindig messze van. Végleg távol, és egyre távolodik végtelenre. Akkor is, ha csak emlékezed, ha már csak álmodod, akkor is, ha egy magas szintfokról bámulod, hogy sugaras hullámlökéseinek súlyos sokasága jön, honnan, s tart vissza, hová. A tenger mindig messze van. Akkor is, amikor hajóddal hajózod, s vitorlád árbocod ifjú még, mint a szíved is nézed, egyre nézed, és nem látsz a láthatáron többé partokat, csak tükrének kéklángú tüzét, örök futótüzet, égszínek izzásában, lázas örvényforgásban. Megállsz egy régi parton, és nem tudod, ki vagy, pedig nem tévedtél el. Megérkeztél. A tenger. Vegyes Egyéb Tibor, palackokat talált tenger. Mondd, de ott, saját teled Bádog városában, látod-e azt, ahogy Isten megtette a földet? Mondd, te ott, emlékeim olajlámpása fölött, hallod-e csörögni zsebében az apró köveket? Érzed-e az Úr könnyéből cseppett tengert? Bőröd leheletít, ahogy súgja Adria. És dobban a víz, síkol a szél, recsen a kő, élet áramlik a mélybe, és ragyogás magasba. Látta, hogy ez jó, és zsebéből a marék kavicsot könnyed mozdulattal mind beleszórta. Karnati, mondta, és oda költözött, elvette magát kövek, fény és habok között. Egy matróz járt arra. Ugye már te is látod csontos kezét, melyel zöld üveget markolt elép, ugye ismered arcát, az örök tengerészét, két kikötő között hullámzó tompa énekét. Fületen még ott remeg, mint sós víz, a tengerész dala, mi nem is dal, hanem üvöltés, fehéren visító vitorlák, pengő kötélzet, hasító horgonyinkát, mint emberi ének. Közben az üvegből bort iszik. Amikor végez, a tengerbe hajítja. Pontosan oda, ahol ő él. A matróc tova tűnik, az üveg lent marad, és a mélyben az ő sziklás tenyeréhez ér. A kiürült bálat új forma lesz, amit ő könnyedén tölt fel, s lesz kagylós, mozatos, zöld lila élet. Ilyen elhajított üvegek, messzi otthonaink is. Nincs más dolgunk, csak nyitottnak lenni felé. Gyanítom, hogy sokan tudják Jánosról, hogy hatalmas gyalogoló. Túl sok kezdőbb előtt szóltam így hozzá, hogy esetlegesen kérdezni, még valamiről azon túl, hogy és köszönj jó szívvel ezeket a kitűnőt.
versmondásokat. Tehát azon túl, hogy elmondja ezeket a verseket, a Palacsehegység, talán Himalája is, hogyha jól emlékszem, Észak-Európa, El Camino, és Jézus útja, ezeket meg eszembe értelemében. Azért helyet hozzan a földközi térséghez is közel kerülünk. Korsan? Na erről, hogy a halnak Korsika, azt hinné az ember, hogy az a legkönnyebb. Hát egy szigetet szépen hozzám végigmenni, ahhoz az mi semmi. A Himalájához, meg az Andok rengetegéhez, az Inka ösvényhez, vagy az Ohio ösvényhez képest, hát mi Korsika, 200 kilométer. Szép évben, inkább sérizak hosszában, végigmegyük szigetben, annál. A legnehezebb volt. Az összes túra közül, tehát több száz kilométeres hátizsákos túra közül a legnehezebb, hiszen ezen a GR20-on, GR20-ben mondják, hogy a franciák, randonnée, nagy kirándulás. Ezen a túraútvonalon, ez a 200 kilométeres gyönyörű jelzett útvonalon képzik ki a francia idegen légiósokat. Úgyhogy ennek a teljesítése tényleg elképesztő volt, ennyi Korsikán. De miután mondtad, hogy nekem szót adsz, én nagyon röviden, mert tényleg röviden kell szólnom, mert arra nem készültem fel, hogy ilyen csúszással kezdünk, de Gyuri mondta, hogy ez mindig így van, én erre nem emlékeztem, de nekem el kellett mennem egy percet. Tehát egy rövid történet, ami inkább ehhez a lapszámhoz kapcsolódik, és az Adriánhoz kapcsolódik, és Velencéhez kapcsolódik. Képzeljék el a következő történet. Már évek óta mondtam, már azt hiszem főiskolán megtanultam Ady Endrének az Itt és az Őrzőköz című verset. Ugye az úgy kezdődik, hogy őrzők, vigyázzatok a strázsán, az csillagszórók az éjszakák, Szent János bogarak a kertben, emlékek elmúlt nyarakon, Florence nyarán, és összekeverten búcsúztató őszi vidónak emlékei a hajnali párás, díszkócos tánci termen. Megtanultam, és nem nagyon tudtam, hogy mit mondok. Mi az, hogy a búcsúztató őszi vidónak emlékei a hajnali párás, díszkócos tánci termen. Ez mi? Ez megtudom, díszkócos, gyönyörű jelző, de ja, jó, tudom, igen, írlandokat már teremben. És képzeljük el a következő történet. Ősszel a feleségemmel, Velencében, a Lidónak túl, búcsúztató őszi Lidónak emléke. Reggelente Vaporettóval mentünk be Velencébe, és egyik reggel esőtől nedves falevelek a úttesten. Valami vonzotta a tekintetemet balra, egy szecessziós épületen Hungária restaurant. Ady Endre onnan lépett ki, annak idején ez az emlék, és ott állt, ahol én álltam, reggel kilépve a diszkócos tánciteremből, kicsit mámorosan gondolom, ott állt, és ez az emléke van benne az Itt és az Őrzőköz szívében. És ott én ezt tettem értem. Az egy akkora ajándék volt az életemben, nekem jövően ezt adta Velencem Adrián. Ezt mondom, hogy megviselni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. János, köszönöm. A lapszámban nem mindig járunk mediterrán területeken, illetve mintha ott járnánk is mégsem. Ugye alapvetően mindenkinek az a élménye, hogy a mediterránumot leginkább nyaranta szokásra közelítve, tehát néhány élménye van. Akkor is, hogyha mondjuk május derekán megy, vagy kora őszön.
Tehát ahol leginkább a ritárának a szép és gömbölyű ledét, a fényét és a melegét meg tudjuk fogni, az tényleg a nyarassága. Úgyhogy rengeteg írásban, illetve több írásban is előfordul a lapszámban, hogy nem mediterrán térségben járunk, illetve hát az írások adott területén igen, másik esetben nem, de ugyanazok az érzések közlődnek vissza. Például Okáért, Csipós Attila, igen, csak szinte szóló írásában, amire Attila válaszként majd mondaná is a kutató kérdésemről, hogy igen. Közben itt három pont lenne, ahol folytatni kellene a történetet. Noha Attilának van jellemző két helyszíne, Óbudához állandóan visszatér, és a másik, ami számomra örömhír, hogy talán időntől, mert fél évben pedig gyökeret vett a Badacsony lejtői is. Igen. Főleg most már Badacsony nem annyira Óbuda, mert most már Újpesten lakom, de lelkem visszajár még Krúdi Gyula Óbudájára. És ha már, ugye mondtad Badacsony, Tördemicen van egy kis házunk, Badacsony Tördemicen, és az Óbudai macskaköves cég kezdve meg sajnos megszűnni, mert mindent fölaszfaltoznak. De a Tördemici fő utca az kockaköves, és ezt hála jó Istennek nem is engedik elbontani, úgyhogy itt van egy kicsi összekacsintás a két térség között. És hát a klímahelyzetnek köszönhetően most már Badacsony is egyre mediterránabb, ezt a szőlészek, borászok is elmondják, hogy már kezd nem annyira jó cukrokat kihozni a szőlőből ez a folyamatos őrítő forróság. De kérdezzél, vagy... Alapvetően azért, hogyha a klíma szempontból vizsgáljuk, akkor a szubmediterrán területeket is adottak voltak, és hát ugye megvoltak a kis jellegzetes növényei, akár a kultúrnövények tekintetében, meg ilyen rendtúrban. Igen, és de a szőlőnek nagyon nagyon van. A szőlőnek és a szőlőkból készült a bornak. Nyilván. Egyébként kérdeztem tőled akkor, amikor elküldtem, hogy jó-e ez az írás a földköz témába, a tematikába, mert hogy főleg budapesti óbudai emlékeket sorolok föl, de hát ez még nyilván megint belőlem fakad, tehát egyrészt nem nagyon szeretek utazni, tehát ritkán jutok el mondjuk a valódi földközi világba. Ott lenni már szeretnék, tehát hogyha lenne egy varázsgyűröm, amit ha megtekerek és átbucskázom kétszer magamon, az jó lenne. De utazni, az nekem nem annyira jó. Úgy vagyok, Remis Tekovics Gáspár, nem tudom, hogy hányan ismerik, festő és fotográfus. Igen. Ő is azt mondta, hogy csak a Balatonig. Tehát utazni csak a Balatonig, egy centivel se tovább. Ő Szombathelyről járhat, nem Budapestről. És ugyanakkor vannak élményeim, és most pont itt a művész úrnak a velencei élménye kapcsán jutott eszembe, hogy én egyszer három nővel voltam Velencében. Édesanyámmal, nagymamámmal és nagynénémmel, és valahogy elkeveredtünk, eltévedtünk ott a lagunák világában, és az én drága nagymamám annyira édes volt, hogy amikor beültünk végre egy kis étterembe, és hát egyébként eléggé buta módon pizzát rendeltünk, pedig hát most már Velencében ki is írják, hogy pizzát mi nem készítünk, és nem is értünk hozzá. De már gyakorlatilag annyira éhes volt, hogy ezt később meg is értem, hogy folyékonyan és akcentus nélkül volt éhes. És az a szenvedély, amivel a különféle jó illatú ételeket nézte, az teljesen érthető volt az olasz szakácsoknak is, meg az a harap, hogy miért nem hozzák már. És nekem ez is mediterrán, nyilván ez Velencében volt, tehát ez egyenesen mediterrán élmény. De így megképződik nekem a mediterránság egy árnyas kapuajban is, ahova éppen hogy csak besült a nap, egy akár őszi délutánon, tehát nekem nem kötődik feltétlenül a nyárhoz, és még a tengerhez sem, az az érzés, amit én mediterrán érzésnek gondolok. Nagyon szépen köszönöm. Olvassam el Attilának az írását, ne vagyom szinte szóba, és ahogy itt az előzetes lehetett valami három hölgy nevét említette meg, ugyanúgy ez az írás is tele van személyes érintésekkel. Nála nagyon meghatározó ez. Attilám, köszönöm. Én is köszönöm.
Mielőtt tovább térnénk Gyurira, ezt felvezetném egy kis dal. Sokan ismernek a pátió kifejezést,
akkor mondjuk úgy mondom, hogy a granadai belső zárt udvar az a Carmen. A Carmeneket én Granadában az Álvai szín felüli oldalon, ami valaha cigánynegyed volt, már rég nem az, illetve bizonyos részei, meg kiszorultak a cigányok még feljebb, magasabban fekvő a régi város, középkori városkapu felé elterülő hegyoldalakba és szikla oldalakba. A Carmenek ma elég gazdag emberek tulajdonában vannak, mondjuk, hogy Granada rózsadombja, és ráadásul az albai szín a Dáró völgy másik oldala, a Dáró egy pici patak, és az albai szín domboldalát választja el a talapra domboldalától, de mondom, nagyon kicsi. Igazából át lehet kiabálni a labrából a másik oldalra. Na most ez Granada rózsadombja, nagyon gazdagok lakják, fehérre meszelt, a gazdagságukat nem mutatják meg, tehát a Granada lehet tudni. De a granadai Carmen egyik lényege, hogy nem hivalkodik, nem akar semmit kifelé megmutatni. Rácsok, falak, és úgy építik meg a bejáratot, hogy biztos, hogy több forduló lesz benne, tehát senki turista, szemfüles turista is hiába leskelődik, nem tud befényképezni egy granadai ház belső udvarába, mert olyan szolidak és annyira szégyellik, nem mutatják meg, nem hivalkodnak. A Carmen tehát pici, zárt, az épület közepén, vagy az épület, hanem is a közepén, de az épületben minden oldaláról zárt, és ha van benne valami kis víz, nem mondom, hogy mint az Alhambrában egyből négy folyó és középen metsze, vagy középen találkozzon a négy irányból érkező folyó, mint a Paradicsomban, de legalább valamilyen víz, patakocska, vagy egy kis csobogó, semmiképp nem szökőkút, és semmiképpen nem medence. Valami vizecske, gyümölcs, az lehet szőlő, lehet mandula, a virágokat nem is mondom, van itt, aki nálam százszor jobban, ezerszer jobban ért a virágokhoz, majd biztos megint tudott előadott erről is. Szóval a Carmen az az elgondolkodó, szemlélődő, csöndes, befelé fordulónak sem mondanám, de talán mégis, hogyha akkor azt mondom, hogy befelé forduló zárt kertek. Ez a filozófiának is mondják, életszemléletnek mondják. Valaha, ez ma már nem igaz, de valaha mi cigányok lakták az albai szint, addig a cigányok, ha azt mondták, hogy lemegyek Granadába, nem érezték, hogy oda tartoznának ahhoz a nagyvároshoz, ami 6-700 ezeres város lehet Granada. A Carmen ma is vidékies, csöndes, békés nyugalom. Akkor kicsit ezt a nyugalmat zavarjuk meg, de csak úgy röviden, némi kutya csavolással. Andalus kutyák. Az andalusiai kutyák az egy tárcanovellás kötetemnek is ezt a címet adtam, és ezt ugye nem tartom tárcának, talán ez az egyetlen nem tárcaba a tárcanovellás kötetben. És nyilván persze a Buñuel filmre is gondoltam utalni ezzel, de igazából nagyon, tulajdonképpen nem is tudom, hogy mondjam, mert ha megrázó mondanék, az nem lenne igaz, mert nem megrázó, de egy nagyon komoly felismerés volt látni. Hosszabb időzhettem Andalúziában és azok belül a legtöbbet Granadában. És sokat tekerektem. Azért, mert a feleségem ösztöndíjat kapott, én máshonnan kaptam másféle filmes megbízatást, emiatt elég hosszú időt töltöttünk ott. Ő viszont reggel 8-ra elment spanyol nyelvi továbbképzésre, és délutáni ott volt, úgyhogy én állónak tekerektem egyedül. És egy idő után azt vettem észre, hogy figyelem a kutyákat, és azért figyelem a kutyákat, mert nem hallom a hangjukat.
Nem látom, hogy futnának. Nem látom, hogy idegesek lennének. Nem láttam még kutyán pórázon. Azt hiszem, nem láttam rajtuk nyakörvet. Aztán az egyik nap előfordult az, hogy egy fekete kutyát elkezdtem követni. Elment Granada belvárosáról beszélek, most nem a Gálmaiszínról, hanem az igazi, mert autó, közlekedés, forgalom, lámpák, mopedek minden irányból, és a kutyák szépen közlekednek. A mopedek, autók fékeznek. A kutya nem nézi a piros lámpát, zöld lámpát, megy át a piros lámpát, minden autó megáll, moped megáll, bicikli megáll, gyalogosok nem sikoltoznak, autósok nem ordibálnak, a kutya átpattyog a piros lámpán az ebben, vagy ahol eszébe jut. Az egyik ilyen kutyát, ahogy követtem, egy szép régi ház kapuján előtt megállt és vakkantott egyet. Aztán várt egy percet, majd vakkantott még egyet, akkor kinyílt a régi nagy kapun egy kis képlelőablak, azon kitekintett egy idősebb hölgy, köszönt a vakkantós kutyának, kinyitott az ajtót, kiengedte a saját kutyáját, ezek köszöntötték egymást, majd elindultak valahova bulizni. Mettem utánuk, bementek egy gyógyszertárba, gyógyszertárban előbb beleírtak a növények alatt lévő vizekbe, az nem tetszett nekik. Onnan elmentek mindenféle egyéb edényekhez, ahol cukorkák voltak kirakva, nem tudom, mik voltak kirakva, ezt azt megkóstoltak. Nem visított senki, egyetlen, én voltam az egyetlen, aki úgy lestem, hogy na, hogy most történik valaki, és levarják a kutyákat rendesen, ahogy itt vagy a gazdákat, vagy vakat. Netán engem marnak le, mert azt hiszik, hogy együtt jöttem ezekkel két galád kutyával. Semmi a világban nem történt, a kutyák semmi bajt nem csináltak, tovább mentek. Bementek egy vendéglőbe. Befeküdtek a vendéglőbe, a valami buli zajlott, és befeküdtek az asztal alá. Na, akkor elkezdtem tényleg figyelni a granadai kutyákat, és úgy éreztem, hogy valami elképesztő jó életük van. És ezek után írtam egy rövid történetet, aminek az lett a címe, hogy andalúziai kutyák, és van olvasó, aki azt mondja, hogy biztos milyen jó emberek az andalúz emberek. És talán gondolja ebből. Gyuri, nagyon szépen köszönöm a csendes, csendes kutyát, és bármi Évát szeretném megkérni. Éva beszélni fog egy festményről talán neki. Tulajdonképpen én ezt az oldott hangulatú beszélgetést nem szívesen szakítanám félbe egy ilyen előadással, mert úgy látom, hogy mindenki arról beszél, amit ért, vagy mit jelent neki a mediterránum. Hát tulajdonképpen az én egyik írásom az Berence képi megjelenítéséről és ikonográfiájáról szól, a velencei, akár a velencei nőkultusz vagy nőtisztelet, ami nagyon ellentmondásos dolog kapcsán is. De tulajdonképpen amilyen képről én most beszélnék, de nem akarom túlzottan a türelmüket igénybe venni, mert nagyon elment az idő. Ez egy a San Giorgio Maggiore-ban található Veronese festmény, ami a Napóleonnak is nagyon tetszett, és mikor bevonult Velencébe, akkor magával vitte Párizsba, és nagyon nehezen tudták a 60-as években visszaszerezni. Ami egy nagyon különleges festmény, mert hiszen ugye a nagy lévi lakomáját mutatja be, tehát egy új szövetségi jelenetet, de Velencében játszódik. És hasonlít egy kicsit a többi Veronese festményhez, ahol minden esetben ószövetségi témák mellé, hát én nekem most tulajdonképpen ki kéne lépni a laptophoz, de nem tudom, hogy ezt tudom, mert végül magammal. Itt ugye Jeruzsálem helyett Velence építményeit látjuk, de hogyha tovább megyünk, és ugye akkor
megtaláljuk a Szent Otto szigeten, amely egy tükör a trükkök városában, Velencében, egy nagyon, ugye az eredetileg helyreállított, Kámai Menyegző című festményt, aminek szintén Velencében, Velence lett Kána városa, és tulajdonképpen az ablakok a Szent Ordo Maggiore-ból pontosan Velencére nyílnak. Ilyen módon az ott ebédelő vagy gyülekező szerzetesek látnak nagyon rossz a felvételben a kékségét, a Velence ábrázolás kékségét nem mutatja be, tehát látnak egy kék várost a festményen, és hát látják a vörös várost, ugye Velenceben leginkább a piros szín dominál, az ablakból kitekintve. És ugye itt is egy lakomáról van szó, és ugye a szerzetesek ebédlőjében helyezték el ezt a képet. Ugye a Leonardo féle utolsó vacsoránál láttuk, hogy a reneszánsz mennyire szerette ezt a tükör a tükörben megoldásokat. Ugye azért is furcsa, hogy Velence először a velencei festészetben csak bibliai témák háttereként jelenik meg sokáig. Tehát jelként, ezt látjuk például szerintem az egyik legszebb Giorgio festményben. Itt ugye még a, ebben a festményben a vendégeket a velencei festészet nagy alakjaival, Tizianóval is azonosították. Hát nagyon nehéz ez a... Itt ugye Giorgionak a Londonban látható olvasó madonnája, ugye olvasó madonnája, ami egy ilyen jellegzetes reneszánsz felfogású madonna ábrázolás. A madonna háta mögött tulajdonképpen magát Velencét látjuk, az örök várost, amely ilyen értelemben Róma helyére próbál belépni. És ugye a, egy múltbéli esemény egy nagyon-nagyon kortárs gesztusú olvasó reneszánsz madonna, egy reneszánsz város, egy reneszánsz Velencével a háttérben jeleníti meg. Na most Szombathely vagy nem Szombathely, tényleg vannak bizonyítékok, hogy Szombathely városából is érkeztek Velencében az alapítók. Tulajdonképpen ez a Itáliának az egyetlen olyan nagyvárosa, aminek nincsen antik előzménye. És amely talán ezeknek nem épült rá egy nagy antik városra, és amely ezért is tulajdonképpen a kora középkorban három nagy város emlékhelyeként funkcionál. Az egyik Alexandria, ahonnan ugye Szent Márcsony erekélyét is odalopták a városban, és ugye Egyiptomról rengeteg utalás van a Szent Márk székesegyházban, tehát ott tevék vannak piramisok, Afrika minden erőben. A másik ugye az általuk kifosztott Bizánc, amelyben ugye felépítették a lopományokból egy új Bizáncot Velencében, a Canal Grande palotái, bizánci stílusban felépített palotái, a bizánci stílusban továbbépített Szent Márk bazilika, ezek mindezt jelképezik. És maga Jeruzsálem, amelyet a kortárs Velence helyettesít az oltárfestészetben. Na most, és ugye mindez azért is különös, mert Velencének, mint Velencének, se Tintorettónál, se Tizianónál, se Veronézénél nincsen tulajdonképpen önmagáért való ábrázolása. Mindig jelként egy másik város tükreként jelenik meg. Az igazi
tiszta, nem utalásként létező Velence ábrázolások fénykora, az ugye hát nagyon nehéz itt lépegetni, az ugye Canaletto festészetében nagyon picében látjuk ezt a képet, jelenik meg. Ő ugye tulajdonképpen angol turisták megrendelésére festett te a rokokó belencét, rokokó és klasszicista belencét, és nála már Velence önmagáért van a festményeken. Talán ezzel is függ össze, hát itt ezekben a nagyon pici képeken kevéssé élvezhető vagy látható különleges melankóliája a városképnek. Velence itt már nem birodalom számol, nem egy birodalom központja, itt már kénytelen számolni saját halálával és saját elmúlásával. Ez a város nem jelent már többé más várost, ahogy régen Alexandriát, Bizáncot vagy Jeruzsálemet, önmagáért van és kiszemeltetett a pusztulásra. Ez a fajta melankolikus magányosság teszi a Canaletto képeket és olyan különlegesen. Én nem erről írtam, de hát erről adtam, lesz majd egy könyvem. Úgyhogy nagyon örülök, hogy a Velence, mint egyfajta önarcképként és önmaga utalásaként, hogy jelenik meg a velencei festészetben, hogy erről beszélhettem önöknek egy kicsit. Köszönöm a türelmet és a figyelmet. Kívánok, nagyon szépen köszönjük a kitűnő előadást. Közben egymásra kacsintottunk, amikor azt mondta, hogy Velencének nincsen előzménye, akkor egyből javított is, hogy fizikai előzménye nincsen, mert teoretikai előzménye van, mert egyetek gondolati előzménye van, hiszen hogyha Pliniuszt olvasunk, akkor etruszk időszakból innen nem olyan túl messze, ott van a legendabeli Spina városa, ami hasonlóképpen úgymond vízreépítkező város volt, vagy ha még visszamegyünk az időben, akkor akár a Pó folyó völgyében még követhetjük a Terra Marák szőlő civilizációját. Ez csak ennyit, csak érdekességképpen. Szeretném a színpadra kérni utolsó két vendégünket, mégpedig Géczi Jánost és Németh Györgyöt. Gyaníthatóan sokan ismerik, nem kell különösen bemutassam. Németh Györgyöt talán kevésbé, ő tánc történettel foglalkozik. Leveszem ezt a mikrofon. Fordítva gondoltak. Tehát jelvessem kezdeném. Rengeteg könyvet írtál növénytani kultúrtörténeti vonatkozásban. A mediterránum szíved szerelme. Félig meddig ott is laksz, mert addig tekertem az időt, hogy csak összejöjjön, ott is lakhass. Emellett ugye a Balaton Viszti kritikusból is jelent valamit azt, hogy a déli lejtők mennyire alkalmasak bizonyos növények honosítására. Tehát most egy kicsit növényekről szeretnék beszélgetni, illetve természeti dolgokról, spanyolán fogalmazva, gondolom. Mind a ketten szerelmesei vagyunk a mediterrán, úgy az mediterrán éghajlatnak, mint az ottani növénytakarónak. Akkor valamit erről szeretnék kérdezni, de akkor mondjuk szűkítsük a kört, beszéljünk a cisztusokról.
ami neked is szerintem igen-igen fontos növényemzettség. És ennek a legendáriumáról fölhasználás, vagy téradat használ, meg hasonlók. Nem vagyok be abban biztos, hogy művöltés történeti, vagy útúr történeti kalandozásokra valójában lenne igény, vagy valójában lenne időnk. Azért ezek olyan hosszú dolgok, amelyek egy sokszor egy élet sem elég. Annyi biztos, hogyha valaki a Mediterráneumban elmegy és a makkiát, ezt a furcsa, bozótos, a mi erdeinknél jóval alacsonyabb, kemény, lombó, illatos, alacsony bozótszerűséget látja, akkor vannak olyan furcsa növények, amelyek majdnem, hogy azt mondhatjuk, hogy egynapos életűek, hiszen reggel vagy esőzés után nyílnak, majd utána pedig eltűnnek, aztán utána egy fél évvel törnek, akkor ebbe a robbanásba ők feltétlenül otthon fogják magukat érezni. Nem olyanok a növények, amelyek 3 hétig virágoznak, vagy nem olyanok, amelyeket egy évszakon keresztül lehet látni, hanem reggel rózsaszínen vagy fehéren esetünkben megjelenik, és nem lehet tudni, hogy éppen melyik színnel fog megjelenni. Úgy néz ki, mint egy nagy 5 szírmú rózsa, aztán utána egyszer csak ellobban, estével ellobban, talán úgy lobban el, mint a mi pünkölti rózsánk, amikor csak egyszerűen lerogy a szírma a növénynek a lombja alá, és mint egy sejem ruha ott fekszik, hogyha ilyenére vagy kíváncsi, természetesen botanikai oldalról is le lehet mondani. Egyetlen mondat, ez nagyon furcsa egyébként, gondoljanak bele, hogy körülbelül Arisztotelész és Dioszkoridész magasságában, tehát idő előtt, 4. és 1. század környékén körbe kialakul az a mai napig hivatkozott növény és állatismeret. És ezeket álltak bestiáliumokból, vagy herbáriumokból, a mítoszok növényei állataiként is meg, amelyre az egész európai kultúra alapszik. És ez nagyon kevés. A legnagyobb növénykatalógus, nem is a Pliniusé, hanem a nagyjából kortárs Dioszkoridészé, 500 növényről szól. Arisztotelész nem sokkal több, mint 400 állatot ismer, és ez az említett élőlény is néhányan civilizációs élőlénynek tekintik, néhányan csak a mi kultúránknak, az emberek és élőlények egyikének. Benne van 2000-2500 éve a mi kultúránkban, a többi 1 millió vagy 10 millió pedig nincs benne. Bocsánat, osztogottam már is. Másrészt ez egy kicsit azért fölkívül csak a mediterrániumot, hogy a makiával, vagy abban az a takaró, növénytakaróval, ami egy másodlagosan, alapvetően másodlagosan létrejött. Eddig ez sok után keletkezett a növénytakaró, de nagyon meghatározza ugye a mediterrániumnak a tárképét. Annak ugye egyrészt ez a gyors virágzás, amiről beszélünk, másrészt olyan, hogy rengeteg az örök zöld, harmadrészt pedig, ami meghatározza az ott létnek a gyönyörét, azok az illatok. És akár itt a cisztusz esetén is, ugye több olyan faj van, amiből mondjuk növényi ámbrát vonnak ki. Nincs szükség, hogy Z-hánynak a fejésére. Nagyon érdekes, mert a hazai kertembe is kintről hoztam egyedeket, és hogyha megyek néha vendégségbe, akkor ilyen növényeket, állatokat adok ajándékban, inkább növényeket, állatot csak, hogyha kiskutya lesz, vagy kismacska. Mindenesetre elajándékoztam egyet egy akadémikus barátomnak, aki képtelen volt elviselni ennek a növénynek az illatát. Tehát a mediterrán
növényeire abban az jellemző, hogy védekeznek a hőség és a szárazság ellen. Tehát ez a kemény levegőség, szőrösség, illóolajtartalom mind azért van, hogy hűtsék magukat. És valóban ez a növénynek nem minden ember számára elviselhető illata van, amit én nagyon szeretek, ő számára a pokoknak a szaga. Tehát amire egy kicsit, amit láttatni kívántam, az mégis tényleg, hogy szinte minden érzék szerdünk a mozgásban lenni, amelyben a növénytakaróról beszélünk. Viszont, ha már tényleg természetügyi dolgokról beszélünk, és egyúttal belevonva már az egyéb élő formákat is, azért eszünkbe kell jusson az, hogy a klíma változik. Ez most már napi téma. Láthatjuk a Mediterránumban is, hogy ez a viszonylag biztosnak tűnhető régió. Mert az ember úgy gondolja, hogy a földközi tengernek önmagában is van egy ilyen kis bulok szerepe, hogy megtartja az ottani klímát. Tehát sok minden változik a periciklonokkal, stb. Amire inkább szeretnék beszélni, vagy kérdezik téged, hogy milyen tapasztalataid vannak például akár a tengerfenék élő világával kapcsolatosan, stb. Nekem az utóbbi években keserves tapasztalataim vannak, tehát hogy ritkul az élő világ, tehát hogy egyébként sivatagokat látok, ahol még pár évvel mondjuk gyermes paradicsomokat a vízalat. Én nem olyan helyen élek, ahol nagyon intenzív lenne a változás követhetősége. Ez eszembe, hogy tehát ez egy nemzeti parknak egy területe, tehát elég védett ahhoz a növény és állatvilág és a tengervilág is, hogy valamiféle, tehát az most már van 50 delfin, hát egész hihetetlen, mondjuk 20 évvel ezelőtt még nem volt, délre jöttek fel. Na, lényeg az, hogy amiben megváltozott a világ, az rohamosan, lényítően átalakult a természetnek a színvilága. Eltűntek azok a fényes kékek, eltűntek azok a könnyed zöldek, eltűntek a sárgák, sárgával erezett fehér szikláknak a árnyalatai színei, egyszerűen, mint hogyha túl exponálódott volna ez az egész világ. És nem a levegőtől, nem a páratartalomtól, nem attól, hogy erősebbek a légmozgások, hanem mint hogyha a fénynek a szerkezet alakult volna. És kíméletlenebb, tehát nem szigajabbá, hanem egyszerűen kíméletlenebbé vált. És ezt nyáron általában ugye boldogan veszünk a emberek tudomásról, hogy milyen sokat lehet a napon lenni, ki van írva, hogy 20 percnél hosszabb ideig már véletlenül se maradjál, 9 és délután 4 között a víz közelében. Hanem egyszerű, hogyha ezek az őszi téli dolgokat érzékeljük, akkor nem furcsa. Egy gyors mondatot, aztán nem akarom tud beszélni mások előtt, bár nem. Az Zadarban van egy nem olyan régen készített tengeri orgona, talán ismerik. Egy építész készítette. Egy szabályos templomi orgona van a vízpartra, a kő alá lefektetve, és a tengernek a minden mozgását visszaadja. Tehát gyakorlatilag a hullámokat átalakítja a hangját, és mesetben, bocsánatot kérem, én nagyon nem szeretem Wagnert, állandóan Wagner zenét hajt az ember, de 24 órán van. Ráadásul mellette van egy ilyen fényorgona, ez még 12 órával később visszatükrözi, visszaveri fénysugarakkal a napnak a napfénynek a változását, elképesztő szintjelenség. És az elmúlt
3-4 évben, most ugye két héttel ezelőtt 150-160 kilométeres szélvihar volt, hihetetlen. Egyszerűen veszély állapotot hirdettek a városban, elviselhetetlen volt az ember művészáttal átfordított tengerhullámzás, a zene. Le kellett zárni egyszerűen ezt a hangszert, mert gyerekek nem mentek iskolába. Tehát, hogy mondjuk ezt a kaotikus világvége kursa klímaváltozásos hangulatot átfordították. Tehát igazából ilyen fajta élményeink vannak is, nem pedig a tengeri élővilágnak az átalakulása. Természetesen ott van mindenfajta ritmus, ami megváltoztatja mondjuk a tengeri tüskéseket, mert láttam már évek óta, lejjebb mint vannak. Igen, és el tudottam összevelőtt, igen, csak elég volt a számunk meg. Másrésztől meg tényleg kedvező helyzetben vagy a tekintetben, hogy nemzeti parknál vagy, ez a kormányi nemzeti park, jól gondolom. És hát ha megnézzük a nemzeti parkokat, a tekintetben nemzeti parkokat tényleg különbségesek, tehát is ilyen robbanás szerűen rehalt, mint támogtak ezek a területek, mint a fölösleges boldogásokat a fajta. És nagyon sok pénz jön a rendőrökásokra. Így van. Amint a fény illeti, akár Magyarországon is megcsodálhatjuk a szintőmérséklet változását, a hőfokok túl. Tehát én is nézem majd egyébként a fény hullámos szerintem, hogy is változik, és nem esik jól. Jánosom, nagyon szépen köszönöm. Györgynek szeretném átadni a szót. György egy relevantos tanulmányt írt a régi iszlámban, a oszmán birodalom területének népcsoportjainak táncairól egyrésztről, másrésztről pedig igazából a közösségi kapcsolatokra helyezte a hangsúlyt, és másrésztről ezen is túlmenően meg emlékezett Martin, ugye? Martin Gyuriról. Tényleg a terve. Jó estét kívánok, köszönöm neki. Hát mindig Martin Györgytől indulok el, akár előadást tartok, akár cikket írok, vagy csak beszélgetek, mert az egyik legnagyobb, a világon egyik legnagyobb tánckutató, tánctörténész volt. Sajnos túl korán meghalt, 51 éves korában, és tulajdonképpen torzó maradt az ő életműve. Nagyon sok minden, az utolsó pár évben, 75-83-ig, amikor meghalt, addig rengeteg változás állott a szemléletében. Azt tudni kell, hogy tulajdonképpen a néprajz az a 18. század végén jött létre, mint tudomány. Addig nem létezett, nem voltak fogalmak, tehát akkor alakultak meg. Valahol nyugaton előbb, Magyarországon valamikor a 19. század vége felé. A népzene kutatás az még később, és a néptánc kutatás a legkésőbb. Na most ezek mindegyike leíró tudomány volt. Tehát elsőképpen azt csinálták, hogy kimentek a faluba, amikor felfedezték, hogy itt van egy falu, és ott van egy kultúra, és ezeket megpróbálták lerajzolni, hát ugye a néprajz, mind a nevén is benne van, etnográfiában is, meg a néprajzban is, hát lerajzolni, leírni, lejegyezni azt, amit ott látunk, és egyelőre túl sok értelmezését, kialakulására vonatkozó dolgokat nem tudták, de mondjuk abban az időben nem is volt rá idő, mivel ez olyannyira mulandó volt már így a polgárosodással, hogy tulajdonképpen a felvétele, felgöngyölítés ennek az egésznek, hogy egyáltalán milyen kultúra létezik, vagy volt a faluban. Mert sajnos például a néptáncot is akkor, amikor Martin Györgyék 55-ben elkezdték gyűjteni, nagyon sokszor emlékezetből gyűjtötték. Tehát tulajdonképpen nem létező rendezvényeken vették föl az ott folyó eseményeket, hanem ha volt is ilyen esemény, ott nem tudtak forgatni sem, meg nem lehetett beférni sem, de többnyire a időseket összegyűjtötték, a tanár, a papa, tudom én, tanácsemnek segítségével,
és akkor egy réten a fal alatt fölvették. Tehát tulajdonképpen ez ha nem is a szó szoros értelme, de megrendezett események voltak. Na most tehát tulajdonképpen nekik nem is volt lehetőségük arra, hogy mással foglalkozzanak, meg kellett menteni ezt a kultúrát az elenyészéstől, mert hogyha kihalnak azok az emberek, akik még emlékeznek, hogy gyerekkorukban milyen események voltak, hol tanulták, stb., akkor már nem lesz, aki ezt föltérképezett. De a 75-ös év után nekiállt egy könyvet írni, aminek az a címe, hogy a Magyar Körtánc és Európai Rokonsága, ahol a rituális táncokat őrző, leánkarikázónak az elemzését végzi és elhelyezi az európai viszonylatban, és ezen után le is írta a könyvben, hogy tulajdonképpen az összehasonlító elemzésekkel lehetne valamifajta genetikai dolgokat kisakkozni, tehát magyarul, hogy egyáltalán hogy jönnek ezek a táncok létre. Na most akkor meg is állapítottam, hogy Európa az egy egységes kultúrával rendelkezik. Én azóta ezt nagyon föltérképeztem, és azt állítom, de egyébként ezt már nagyjából Martin is pecegette, hogy van egy ősi tánc, amelyik már a római birodalom területén mindenhol ismert volt, és a mai napig ugyanezeken az a területeken élő táncként, a Szíriától, Marokkói, tehát élő kultúraként működik, vagy hát emlékezetben, mint az európai részen. És tulajdonképpen ő megállapította, hogy az egyenlőtlen fejlődés következtében, mármint hogy Martin Győrgyő van szó, a nyugati, a közép-európai és a balkáni rész, ezek azok, amik eltérnek egymástól, ilyen 100-150 éves csúszások vannak, de tulajdonképpen itt meg lehetne találni azokat a momentumokat, amik már nyugaton vagy akár Magyarországon is kivesztek. És tulajdonképpen én úgy kerültem ebbe, mert nem eredeti szakmám nekem a néptánckutatás, meg a néprajz sem, ha bár 40 éve foglalkozok néprajzzal, de 35 éve csinálok a zenekarommal balkáni táncházat, és ott az idő folyamán az ember rájön dolgokra. Tehát például rá lehetett jönni arra, hogy a szerb-horvát táncoknál vannak olyan körtáncok, amelyik időnként fölbomlanak egy zenei periódus, vagy egy zenei frázis erejéig, és csinálnak egy forgást, és utána visszamennek, és táncolnak körtáncként tovább. Vagy van olyan, amelyik, ez Guinnessben is van, hogy körbe mennek a zenekar előtt, de már párok mennek körbe, tehát már az, amit előbb mondtam, hogy fölbomlik és visszáll, már nem állt vissza, de még mindig körbe megy. Mert a kör az összetartozás jele. És azt nem akarja senki kiirtani, és nem akarja megkerülni. Az, hogy a körtánc kiveszett, azt én ebben is bizonygatom, az nem azért következett be, mert az idő vasfoga elszállt felette, ahogy szokták mondani, hanem azért, mert a reneszánsz előtti időben, a humanizmus után létrejövő polgárosodó társadalmi folyamat az individualizmust erősítette, a szüksége volt az individualizmusra egyébként, hogy a társadalom az tudjon fejlődni, vállalkozók legyenek, és kialakuljon a kapitalizmus is, ugye, amelyik ennek a végső formája. És ezáltal tulajdonképpen a maga az individualizmus az, amelyik szétveri ezt a közösséget, mert ugyanakkor, hogy szeretné továbbra is közösen táncolni,
mindenki annyira a saját maga világában merül el, és annyira csak a saját maga tánc élményével foglalkozik, hogy tulajdonképpen lehetetlenné válik. Tehát a maga a tánc válik lehetetlenné, a közös tánc. Az, hogy széken, amikor 70-es években is még gyűjtöttek, ott volt 4-6 főből álló körtánc, a úgynevezett széki négyes vagy széki magyar, az pont azt mutatta, hogy ott egymást jól ismerő, összeszokott és megbeszélt emberek táncoltak együtt, és így tudtak együtt táncolni. De amikor összejön 20-30-40-100 ember és táncol mondjuk egy falu főterén, akkor már képtelenek. Na most ennek a... tulajdonképpen ezt kezdtem el boncolgatni a táncházas élményeim alapján, és két területet találtam, amelyik eltérő, de jól lehet követni bizonyos dolgokat. Az egyik terület a nemzetállamok által a Balkánon kimondottan befagyasztott folklór, befagyasztott tánckultúrának a továbbélése során lehet megtapasztalni. A másik viszont az élő tánckultúra, amit még pár évvel ezelőtt, 5-6 évvel ezelőtt nem is tudtam, hogy létezik. Ez az élő tánckultúra, az a iszlám vallású bolgár nyelvű pomákoknak a kultúrája, akik ebből az egész a Balkán 1912-13-as balkáni háború utáni óriási nacionalista kavalkádból egyszerűen kizártak, mert nem tudták őket hogy kezelni, mert nem voltak törökök, tehát nem lehetett etnikailag üldözni. A vallás miatt kiközösítették, de mivel bolgár nyelvek voltak, ezért tulajdonképpen nem tudtak velük kezdeni, ezért elzárták. És rájuk nem vonatkozott semmifajta központi előírás, akár ebben a második világháború előtti időszakokban, és pláne a második világháború utáni időszakokban. Ezek az előírások ezek azok voltak, hogy tánccsoportokat kötelező alapítani, és ott a központi utasításnak megfelelően lehetett a táncokat előadni. Na most ezzel lett befagyasztva az egész Balkánon ez a kultúra. A görögöknél ilyen tánccsoportok nem voltak, de ott is a nacionalizmus most mindig keresi azt, hogy mi az, amit föl tud mutatni az a nép, akit képvisel, ami elüt a többiekétől. Ezért tulajdonképpen azokat emeli ki. Erre egyébként a Martin György is utalt egy olyan körmondatában a halál előtt 2 héttel, amit aztán azóta el is felejtettek és nem alkalmaznak. Tehát a nacionalizmus mindig azt emeli ki, amelyik az a különbözőséget hozza föl a többiekkel szemben. Ezért van az, hogy a kör, mindenhol körtánc van, de mégis mindenhol másképp néz ki ez a dolog, meg másképp hivatkoznak erre az egészre. Gyuri, nagyon szépen köszönöm. Az estét egy dallal lezárnám. Igazából... Eredetileg több dalt szerettem volna, de a hangom is fáradt, és végig tapasztaltam, hogy fáradt sajnos. Egyetlen egy dalat fejezném be, ha már búcsúzunk a tengertől, akkor búcsúzunk a tengertől szóhoz. Salvatore Quasimodo az elkövető szövegnek. Ecco,
A tartalma is gyönyörű.
és gyermekbe ajánlom a hátul lévő könyveinket, előző lapszámainkat, ebből a most bemutatottból elég sok példány van, a szerzők bármely mennyiségben ijednek, és szinte ezt tudom ajánlani a jelenlévőknek is ajándékba, de hát talán valószínűleg valamivel kevesebb volt, mint ahány önök itt bennünket jelenlétekkel megörvendeztettek. Hátul mindezt megtalálják, és igyenek ezzel a lehetőséggel. Minden itt felépőnek is köszönöm a szavait. Egyet talán nem hallottak, vagy nem mondta az itt Husza barátom Németh György, hogy van neki egy csapata, ez a Valka Folk, tehát a Valka Folknak a lelke vezetője, amelyet, hogy ezeket a különleges kutatási eredményeket produkálja. Úgyhogy szokás szerint hátul forradozás, kortyolás, az asztalon exemplárok, illetve meg itt kell hozzátenem, hogy szinte előcsúszott még az évtől, mert decemberben már nem lesz rendezvényünk. Könyvek még néhány megjelenik, új könyvek is vannak. Sztojcsa Szentoszlávnak a rövid gondolataival egy kötet, illetve Bátori Csabának a legújabb vers termésében nagyon szép összeállítás. Még három ki fog jönni idén, és bármennyire november vége felé tartunk, még két napot szám is közelik el. Egy hónapon belül ki kell jönni a 9.-10-nek. De hát az a gondolom, hogy jövőre mutatjuk be. Hát a jövő évi találkozásig. Köszönöm szépen. Brucia la luna in cielo e io brucio da morire. Fuoco che si consuma come lume cori. L'anima piange addolorata, non si dà pace ma è malvagata. Lo tempo passa, ma non giorna, non sei mai soli, se tu non torna. Brucia la terra mia e brucia lume cori, chi si ti dà qui da io, se ti dà mori. A quella canto la me canzoni, se non c'è nudo caso faccia lu barcuni.